Vihar. Fákat döntött ki, épületeket rongált meg a 100 km/h szél vasárnap. Ösztöndíjak. A legjobb közgazdász hallgatókat díjazta a Magyar Nemzeti Bank. Választás 2022. Megalakultak a nyíregyházi választási bizottságok. A kampány február 12-én indul. Nem kímélte a vihar vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, fákat döntött ki és háztetőket bontott meg a szél. A tűzoltók többek között Nyírteleken, Nyíregyházán, Kótajban és Vásárosnaményban dolgoztak. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Vasárnap folyamatos munkát adott a vihar a katasztrófa védelem munkatársainak. A meteorológiai mérések szerint közel 100 km/h szél söpört végig az országon. Hétfő reggelre a megyében mindenhol helyreállt a rend, csak kisebb munkák maradtak hátra. Az egyik közösségi oldalon osztották meg ezeket a képeket vasárnap. Kótaj előtt dőlt az úttestre egy nagyméretű fa, amely teljes szélességében lezárta az utat, így megbénította a forgalmat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap szinte az egész országra kiadta a figyelmeztetést, majd az orkán erejű szél hatalmas pusztítást végzett országszerte. Vasárnap délutánig országosan mintegy 550 káreseményhez riasztották a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is akadt dolguk a szakembereknek, nem a kótai fa volt az egyetlen, ami kidőlt. Nyírteleken a Belegrád tanyán családi ház hullámpada fedését bontotta meg a szél, amelyet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók kézi szerszámok segítségével rögzítettek. Nyíregyházán a Török Rózsa utcában elektromos vezetékre dőlt fa, amelyet a vezeték tartott. Az Izabella utcában az úttest és villanyvezeték felé dőlt meg fa. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a káreseteknél motoros lánc fűrésszel. Nyíregyházán a Huszár téren egy iroda zsindely tetejét bontotta meg a szél, amelyet a város hivatásos tűzoltói kéziszerszámok és dugó létre segítségével rögzítettek. Vasárnap közel 100 km/h szél söpört végig az országon, de Siófokon 126 km/h mutatott a szélmérő, a Jánoshegyen pedig 127 km/h mértek. Ezért több vonalon is korlátozták a vonatok sebességét, még hétfőn is jelentős késésekkel kellett számolni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza Záhony vonalon. A felső vezeték helyreállítási munkálatok miatt előre láthatólag még kedden is 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az előrejelzések szerint szerdán a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik a légmozgás, a Dunántúlon viharos széllökésekre is készülni kell. Pénteken még élénk, szombaton és vasárnap pedig újra erős széllökések várhatóak országszerte. Több száz pedagógus vett részt a megyében a 2 órás figyelmeztető sztrájkban. Nem csak iskolákban, de óvodákban és bölcsődékben is szüneteltették a munkát, reggel 8 és 10 óra között a résztvevők. A szakszervezetek folytatják a tárgyalást a kormányzattal, de már készülnek a március 16-án kezdődő és határozatlan ideig tartó általános sztrájkra. A munkabeszüntetés is téma lesz a hétfői 35 perc című műsorunkban. Vendégünk Fülöp Attila, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke. Idén is jutalmazta a Magyar Nemzeti Bank a legszorgalmasabb közgazdász hallgatókat. A Nyíregyházi Egyetem 4 hallgatója is nyert el ösztöndíjat. 10 hónapig havi 50 ezer forintot kapnak a díjazott közgazdász diákok. Első díjazott hallgatónk Kőrösi László Imre. A Nyíregyházi Egyetemen a 4 díjazott közgazdász hallgató közül végül 3-an vehették ma át a 500 000 forint ösztöndíjjal járó okleveleket. A 4. hallgató betegség miatt maradt távol. Az ösztöndíj programot a Magyar Nemzeti Bank hívta életre 2016-ban, és azok az egyetemek vehetnek részt benne, amelyeken közgazdaságtudományi képzés folyik. Révész Ákos a díjazottak egyike, aki úgy véli, jó tanulmányi eredményéért kapta meg az ösztöndíjat. Úgy gondolom, hogy ezt leginkább a átlagomnak köszönhetem, ugyanis igyekeztem mindig kitűnő átlagot hozni az egyetemen. Emellett részt vettem különböző versenyeken is. Az egyik egy MNB által szponzorált verseny volt. Úgy gondolom, hogy ez is hozzátesz ahhoz, hogy ezt az ösztöndíjat magaménak tudhatom. A Nyíregyházi Egyetemről 4 hallgató vett részt a programban. A Gazdaságtudományi Intézet igazgatója azt mondta, nem csak a tanulmányi eredményt, hanem a tudományos tevékenységet is díjazzák.
Természetesen ez, mivel egy tanulmány ösztön, itt nem elégséges csak az, hogy a legjobb átlagot hozzák a hallgatóink. Emellett hallgatói tudományos tevékenységet kell fog végezniük, szakkollégiumi tagoknak kell lennük, részt kell venniük egyéb konferenciákon, illetve természetesen tudományos előrehaladásról kell tanúbizonyságot tenniük. A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj nyertesei 10 hónapon keresztül havi 50 ezer forint támogatásban részesülnek. Az egyetem rektora az oklevelek mellett egy különleges ajándékcsomagot is átadott a díjazottaknak, a Magyar Forint 75 éves évfordulójára készített érmegyűjteményt. Megtartotta alakuló ülését az 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága. A bizottságok tagjaira Nyíregyháza képviselőtestülete tett javaslatot múlt heti közgyűlésén. A kampány február 12-én indul, a választás pedig április 3-án tartják. Aznap gyermekvédelmi népszavazás is lesz. Ennek törvényi felügyelete szintén a választási bizottságok feladatai közé tartozik. Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Esküdtettek Szabolcs-Szatmár Bereg megye 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai hétfőn délelőtt Nyíregyházán. A két bizottság összetételét a legutóbbi városi közgyűlésen hagyta jóvá a megye székhely képviselőtestülete. Feladatuk az lesz, hogy az április 3-ára kitűzött országgyűlési választás törvényes lebonyolítása felett őrködjenek, és megállapítsák annak eredményét. Az országban 106 egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottságnak kell megalakulnia. Az ő személyükről a képviselőtestületeknek kell dönteni. A nyíregyházi képviselőtestület közgyűlése az elmúlt héten választotta meg a választási bizottságok tagjait, póttagjait, és most kerül sor az eskütételükre, hiszen fontos feladatok következnek, hiszen a következő hét péntekig, február 11-ig a választópolgárok megkapják az értesítőket, és február 12-től indul a választási kampány. Ezen a napon veszik majd fel a jelölt állító szervezetek az ajánló íveket, azt követően pedig megkezdődik az ajánlások gyűjtése. A választási bizottságoknak ezt követően kell majd nyilvántartásba venni azokat, akik megfelelő számú ajánlást tudtak összegyűjteni. A választási bizottság, a jelöltek, akiket nyilvántartásba vettünk, megállapítjuk a sorrendet, ők fognak szerepelni ebben a sorrendben, ahogy mi megállapítottuk a szavazó cédulán, és a következő lesz, ugye, ami a legfontosabb lesz, a szavazás. Utána pedig az eredmény megállapítása, amikor 3-a után a választás megtörtént. Tehát április 3-a után közben is van feladata a választási bizottságnak. Ezzel kapcsolatban csak reményemet tudom kifejezni, hogy a kifogások terén kevés munkánk lesz, és kevés kifogást kell elbírálnunk. A jelölő szervezeteknek legkésőbb február 25-éig kell bejelenteni jelöltjüket az 1-es választókerületekben. Az április 3-ára kiírt választás abból a szempontból rendhagyó lesz a korábbiakhoz képest, hogy a parlament összetételén túl a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatosan tartanak majd népszavazást is, melynek törvényes felügyelete szintén a választási bizottságok feladata lesz. Önkénteseket keres a Sóstói Múzeumfalu. Középiskolások és nyugdíjasok jelentkezését várják, akik szívesen segítenének a terület fenntartásában, a tárlatok bemutatásában. Március közepén nyit a Múzeumfalu. Idén olyan bemutatókat terveznek, amelyek kézzel foghatóvá teszik a kultúrát a látogatók számára. Tavaly nyáron húzták deresre a fiatal táncost, hogy meggyőzzék arról, érdemes katonának állni. A Verbung napján látványos bemutatóval várták a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban. Ilyen programokból nem lesz hiány idén sem, hiszen a kézzel fogható, átérhető élmények felé fordul az intézmény. Két olyan réteg van, akit megcéloztunk ezzel a felhívással, már tavaly is. Az egyik az a középiskolás korosztály, akiknek az 50 órás kötelező közösségi szolgálatot el kell valahol tölteni, hát mi ezt tudjuk igazolni.
Nagyon sok diák érkezett a tavalyi év folyamán is, több mint 1000 órát töltöttek a múzeum faluban összesen, tehát mondhatom, hogy igazán szeretik ezt a helyszínt. A másik réteg pedig hát nem titkolt szándék a nyugdíjasok. Ők az a réteg, akiknek van valami kötődésük a falvakhoz, a falusi élethez, nosztalgiázni szeretnek jönni. Lakótelepen laknak a legtöbben, elmondják, hogy a lakótelepről olyan jó kijönni hozzánk a múzeumfaluba, és akár a kertészkedésben, akár a látogatófogadásban aktívan részt tudnak venni, és idén is keresünk ilyen embereket, akik a pandémia ellenére oltva el tudnak jönni hozzánk a múzeumfaluba, és részt tudnak venni ezekben a munkálatokban. A sósolyi múzeumfalu csak nem 9 hektáros területének és közel 40 ezer darabos gyűjteményének fenntartása folyamatos feladatot ad az intézmény dolgozóinak. Idén is vár a múzeumfalu önkénteseket, akik segíthetik munkájukat. Azt a korszakot, a 19. századot már nehéz megfogni azzal, hogy egy interjúr kiállítást mutatunk be, hogy nézett ki egy konyha vagy egy tiszta szoba. Magyaráznunk kell, tehát interjúr kiállításokat úgy fogunk berendezni, hogy szituációkat fogunk megjeleníteni, amiben aktív szerepet kapnak az élő interpretációk is. Ez azt jelenti, hogy viseletbe beöltözött korhőruhában, korhűszöveget, korhű történetet mesélnek el majd kollégák, illetve önkéntes is. Például ez a célunk, hogy minél inkább értelmezhetővé tegyük mindazt az ismeretanyagot, amit a tárgyak át tudnak adni, és funkciójában is megismerjék a néprajzi tárgyakat a látogatóink. Idén a március 15-e előtti hétvégén nyit a múzeumfalu. 2022-ben 6 új tárlatot terveznek, közülük csak egy lesz a sajátjuk, a többit másokkal együttműködve mutatják be. Idén is ingyen juthatnak facsemetéhez vagy cserjéhez a nyíregyháziak. A város szépítő akció célja a közterületek zöldebbé tétele. Azt, hogy az adott helyre milyen növény kerülhet, a nyírvévé szakemberei állapítják meg, mások mellett a közművek jelenléte, valamint a terület nagysága és fekvése alapján. Színes szalagokkal megjelölve a facsemeték a nyírvévé telephelyének udvarán, mezeljuhar, vadgesztenye és lepényfa is van köztük. Néhány hét és végső helyükre kerülnek innen az ültess egy fát a holnapért elnevezésű akció keretében. A város szépítő pályázat egyik állomása a megyeszékhely évekkel ezelőtt elindított zöldítési akciójának. Nyíregyházi lakosok, ingatlan tulajdonosok, valamint önkormányzati intézmények a épületük előtt lévő közterületnek a zöld bebétételére igényelhetnek a nyírvévétől növényanyagot, akár fát, akár cserjét. Természetesen az igénylések azok adatlapon történnek, és ezeket az adatlapokat a kollégák átvizsgálják, a helyszínen kint megalapítják az igény jogosságát, és amennyiben pozitív elbírálást kap, annak kapcsán a lakosság innen a telephelyünkről elszállíthatja ezt a faanyagot. A nyertesek szakmai tanácsokat kaphatnak az ültetéshez, maga az ültetés viszont az ő feladatuk. Az ügyvezető által említett adatlap a nyírvévé oldalán érhető el. A benyújtáskor a cím megjelölése mellett fotót is kell csatolni a helyszínről. Idén február 15-ig lehet jelentkezni. Ezt követően a helyszínen mérik fel a társaság munkatársai, az adott területre milyen fafajta ültethető ki. Az évek során nagyon sokféle fa és cserjefaj kerül kiültetés a városba. Azt, hogy ezek közül melyikre esik a választás, a közművek jelenléte, valamint a terület nagysága és fekvése határozza meg. Az igényeket a készlet erejéig támogatják, egy háztartásból pedig csak egy jelentkezést fogadnak el. A pályázat egyébként évről évre nagy népszerűségnek örvend. Nagyon sokan jelentkeznek az akcióra, nagyon kevés az az igény, amit sajnos el kell utasítanunk, mivel hogy nem megfelelő a környezet, esetleg közmű kábelek vannak a zöld felület alatt, ahova nem telepíthetünk növényeket. Viszont azt el tudom mondani, hogy ilyen ezres nagyságrendben érkeznek növényanyag igények, amit én úgy gondolom, hogy teljes mértékben és teljes felelősséggel biztosítunk a lakosság számára. Ha valahova nem ültethető fa az igénylőknek, ezek közül a cserjék közül ajánlanak fel a csemete helyett.
A cég később ellenőrizheti, a telephelyről elszállított növény ki lett-e ültetve és gondozzák-e, de nem szokott ezzel probléma lenni. Egy pontot szerzett a tavaszi nyitófordulóban a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 18. fordulójában 0-0-ás döntetlent játszott Debrecenben. A kisvárda szombaton a Budapest Honvéd együttesét fogadja. A férfi futballistákkal ellentétben a kisvárdai női kézilabda csapat győzött a hétvégén. Bakó Botond együttese az NB1 13. fordulójában játszott mérkőzésen 29-26-ra verte a Dunaújvárost. A bajnokság felénél hetedik helyen álló kisvárda a jövő hét végén hazai pályán a Debrecen ellen kezdi a második kört. A két együttes gyakorlatilag azonos mutatóval várta a mérkőzést, és a látottak igazolták is a statisztikát, az első fél időben fejfej mellett haladtak a csapatok. Igaz, szinte végig a vendégek vezettek egy-két góllal, de a szünetre már 13-13-as állásnál vonultak le a játékosok. A folytatásban is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen az utolsó 5 percig. A hajrában a hazaiak néhány kivédekezett dunaújvárosi támadás után gólt tudtak lőni, és ezzel el is döntötték maguk javára a találkozót. Nagyon tompán és lassan kezdtük az első fél időt. Kellett egy jó 20 perc, amire fölvettük egy kicsit a ritmust, és megtaláltuk a tempóját a mérkőzésnek, viszont az első fél időben végig az átlövőink tudásuk alatt teljesítettek, nem tudtunk gyakorlatilag a távoli zónákból csak egy gólt lőni. Ez a második fél időben megváltozott, a Juhász Grétától jöttek az átlövések, illetve Szacsa Karnik Szabina is megtalálta az átlövéseket. Azt gondolom, hogy a védekezésünk sokkal stabilabb lett, tényleg középen rengeteget ütköztünk, rengeteget dolgoztunk, és végre megtaláltuk a beálló és a befutásokból történő lebontások ellen a védekezésünket. Erre azt gondolom, hogy egy jó tempójú lerohanást tudtunk felépíteni, a Bóti Frozsina jó tempóban vitte fel a labdákat, jól találta meg a réseket, indultunk, gólokat lőttünk, úgyhogy igazából a második fél idő az már egy mi szempontunkból egy sokkal jobb fél idő volt. A vendégek edzője szerint egy nyerhető mérkőzést veszítettek el. Sikerült saját magunkat megverni. Az első fél időben volt egy 4 gólos előnyünk, ahol utána az ittszereket hagytunk ki, labdákat adtunk el, fél időben ugye már X volt az eredmény, a második fél időben pedig egy-két ember elfelejtette, hogy milyen rendezvényen van, és hogy NB1-es kézilabdázó, és ami két dolgot nem tud megjegyezni egy időkérést követően, hogy mi lesz a következő játék a csapatnak, addig nincs miről beszélnünk. Ebből ugye eladott labdákat csináltunk, és a visszarendeződésünk pedig gyenge volt ott a középső zónában. Volt itt egy 4-0-as szériája a kisvárdának, az ott megpecsételte a sorsunkat, fölpult a védelmünk, kaptuk az átlövésgólokat, nem volt kapus teljesítményünk az első 10 percet leszámítva, úgyhogy nagyon sok összetevője van ennek a vereségünknek. A bajnokság első körét követően a 24 pontos hibátlan Győr áll a tabella élén, megelőzve a 22 pontos Ferencvárost. A kisvárda 6 győzelemmel, 1 döntettennel és 6 vereséggel, 13 ponttal a 7. helyen várja a folytatást. Kikapott Körmenden a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1 A csoport 20. fordulójában szenvedtek 107-99-es vereséget. A Nyíregyháza szombaton Kaposváron lép pályára. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Nem kímélte a vihar vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, fákat döntött ki és háztetőket bontott meg a szél. A tűzoltók többek között Nyírteleken, Nyíregyházán, Kótajban és Vásárosnaményban dolgoztak. Vasárnap folyamatos munkát adott a vihar a katasztrófa védelem munkatársainak. A meteorológiai mérések szerint közel 100 km/órás szél söpört végig az országon. Hétfő reggelre a megyében mindenhol helyreállt a rend, csak kisebb munkák maradtak hátra. Idén is jutalmazta a Magyar Nemzeti Bank a legszorgalmasabb közgazdász hallgatókat. A Nyíregyház Egyetem 4 hallgatója is nyert el ösztöndíjat. 10 hónapig havi 50.000 forintot kapnak a díjazott közgazdász diákok. Megtartotta alakuló ülését az 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága. A bizottságok tagjaira a Nyíregyháza képviselőtestületet tett javaslatot múlt heti közgyűlésén. A kampány február 12-én indul, a választás pedig április 3-án tartják.
aznap gyermekvédelmi népszavazás is lesz. Ennek törvényi felügyelete szintén a választási bizottságok feladatai közé tartozik. Önök január 31-én hétfőn a Kölcsey Televízió híradóját látták. Legközelebb holnap este várjuk majd híradóval önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Hétfő este havazás várható, az előrejelzések szerint egész éjszaka esik majd a hó. A hőmérséklet fagypont körül -1 és +1 fok között alakul. Kedden napközben folytatódik a havazás a megyében, a hőmérséklet sokban nem tér majd el az éjszakaitól, -2 és +4 fok körül várható. A hét további részében marad fagypont körüli, borult időjárás, az előrejelzések szerint újabb havazás pénteken valószínű.